Üdvözlöm a kedves nézőket! Péntek van, hamarosan ránk köszönt a szombat, itt lesz a sabbat. És a sabbat mindent felülír, akartam mondani. Jó fáradt vagyok, jó hosszú volt ez a hét. Gondolom meghallgatták a Halljad Izrael adását is, ami 13:30 volt a Kossuth Rádióban, és abból is megtudhatták, hogy mi a heti szakasz, de majd felfrissítjük. Azt is tudják, hogy vasárnap este meggyújtjuk a hanukai lángok elsőjét, de előtte vannak szombati gyertyák, aztán lesz egy Havdalá újból gyertyák, és majd rákövetkező nap, erev hanukakor meggyújtjuk az első lángot. Erről és még sok minden másról fogunk itt beszélgetni. Radnóti Zoltánnal, a Neológ Rabbinátus vezetőjével. Szép jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Készülődünk a péntekre. Eltöltött a múlt héten 2 napot az ígéret földjén. Látott, futott, halálra dolgozta magát a közösségért, és már egy műsorban érkezése után a hét elején arról beszéltünk, hogy lehet, hogy megjön a messiás, na ezt képletesen mondom, és végre az izraeli rabbinátus összebékül a világ rabbinátusaival. Hogy is működik ez, hogy addig, míg a fiatal testvéreinknél, a katolikusoknál van egy földi helytartó, mi nálunk meg olyan majdnem anarchisztikusan, de azért a könyvek szerint, és mindenki a maga módján dönt. Egy műsorunkban azt mondta, hogy vannak házi betérések, és azóta elkezdtem figyelni, és történetesen már megint nem tévedett, tényleg vannak ilyenek, és elkezdtem a Kassrutot vizsgálgatni, hogy hol kinek milyen hekserje van, és ugyanerre a következésre jutottam, mint a lakásbetéréseknél, hogy akár a Jóisten is képletesen aláírhatja azt. A kérdés, hogy az én rabbi mit mond rá, hogy ez kóser vagy nem kóser. Próbáljuk ezt meg valahogy rendbe tenni, mert az, hogy Radnóti Zoltánt, a rabbi testület vezetőjét mindenki ismeri Magyarországon, de nem biztos, hogy Kuala Lumpurba is ismerik, és jön egy csoport, és egy olyan paprikát akar megvenni, amit Nogdacu önadta rá a heksert, akkor mi lesz a paprikának a sorsa? Én is köszöntöm a nézőket. Olyan paprikára nem kell hekserezni, meg lehet tenni bármilyen paprikát. Értem a kérdést természetesen. Én volt egy ilyen jogesetem. Én piros paprikára gondoltam, egy fűszer. Azt is lehet tenni hekser nélkül, csapászákra kell hekserre. De mindentől függetlenül volt egy esetem nekem, hogy voltam kint egy betérésen, egy Bédinben, Spanyolországban, és ott jött egy család, és mondta, hogy ott a férnek majd betérése már, és hozta papírt magával, és a feleség akar betérni, és ott volt valami, mit tudom én, Rabbi Katz, mit tudom én, Oliver Katz, New Jersey. Kiféle, miféle ez a Oliver Katz? A jó öreg Google rabbit megkeresett, megnéztük a Oliver Katz, az öltő megtaláltuk, ráhelyeztünk az emberre, elvastuk a sinagógának a leírását, és öltő tudok azt, hogy milyen rabbi. Tehát aki rákes Radnóti Zoltánra, vagy Shmuel Radnótira, meg fog tálni, és akkor azt mondja, hogy első blikre van egy kinézete neki, makronipántos pólóba rohangál, és nem piros haja van neki, tehát pizmák komolyabb ember, nézik a CV-met, a zsinagógát, fotókat, tfilin, van mechice, tehát elválasztás, tehát látják azt, hogy milyen típus rabbi vagyok, és akkor azt lehet mondani, hogy ezt egynek rabbinak a kásrutját tömeg komolyan venni, vagy sem. Tehát ez egy első szűrő. Persze lehet ebbe tévedni, de nagyon sok ember így csinálja, ha egy ismeretlen rabbinak látja Cipruson bárhol a pecsétjét, vagy ahol életében járt még Zanzibárban, akkor megnézzük, milyen rabbi ez, hogy néz ki, milyen az élete, és az elmondja azt, hogy mennyire autentikus rabbi ő Kassrutban, az én általam elvárt szint szerint. Ez az első dolog. És pont ezzel mondtam is, hogy egy rabival tárgyaltam, ugye ez a bizonyos Pinchas Goldschmidt nevű rabival találkoztunk, aki a European Jewish Congressnek a rabbia, egy moszkvai főrabbi, egy ortodox rabbi, és gyakorlatilag ugyanabba a falba ütköztem bele,
Ő egy szfaradi askenázi, ilyen évvel. És a Lubovicsi mozgalomhoz tartozik. Semmi köze hozzá. A Lubovicsi mozgalom az egy törpe minoritás a világban, Magyarországon és a Szovjetunióban. Ez az ön véleménye? Lehet, hogy mások ezt másképp látják? Ilyen tessék folytatni? Igen, tehát nem Lubovicsi. Tehát a Moszkvában van azért a Dovber Lázáron kívül más rabbi is, és más zsidóság is. Letisztázunk. Tehát az, hogy Magyarországon az ortodoxia, mint olyan megszűnt létezni bizonyos okok miatt. Ez megint csak az ön véleménye. Én látom őket az utcán, van egy zsinagógájuk, ahol minyen van, sőt több is van, van nekik működő szociális intézményük, van nekik működő konyhájuk. Attól függetlenül nem menjünk bele ebbe a kérdésbe, de gyakorlatilag annak, hogy milyen múltja Magyarországon az ortodoxiának, mégsem ők mondják meg az ortodox irányvonalnak a alapvetéseit. Tehát visszatérve, ugyanabban a fába ütköztem be, mint oly sokszor, hogy mint ott föltette a Talmud a kérdést, egyszer, hogy máj hanuka, mi ez a hanuka? És hogy máj neológia, mi ez a neológia? Tehát nem máj, mint enyém, vagy moly, hanem tehát gyakorlatilag a neológiát hála bizonyos ortodox embereknek a aktív működésének berakták reformzsidók közé. Reformzsidók, kész. És akkor szépen el kell magyarázni ezeknek az izé rabiknak, hogy neológia az egy neószó benne. Nem biztos, hogy reformrabik vagyunk, vagy reformzsidóság vagyunk, aminek a legnagyobb különbsége nem az, hogy most a rabinak cofja van-e, vagy pedig kipája, hanem a legfontosabb különbség az, hogy a Tórához hogy áll hozzá. Lehet a Tórán változtatni, vagy sem. Van egy kifejezés, Tóra minha shamayim hi, vagy a Tóra Jóisten adta, vagy emberek írták el. És ez a nagy cezúra a két rendszer között, és a rabinak szépen elmagyarázom. Én tudta egyébként, de akart egy nagy képet kapni erre, hogy mi ez a neológia, és amikor látta azt, hogy gyakorlatilag a hivatalos neológ mozgalom, tehát mi, gyakorlatilag kellett mondani, hogy ortodox alapokon állunk, azaz. Nincs egalitáriánus mindenünk, tehát férfiak nőktől imádkoznak, nincsenek női rabjai. Ismételjük meg újból ezt a fogalmat? Egalitáriánus, tehát sivjoni héverül. Tehát ez nincs benne. Sivjoni egyenlőség. Igen, igen. Tehát ami egyébként... Mert egyenlőek vagyunk, de nem mindenben. Igen, pontosan. Illetve meg vannak határozva a feladatok. Pontosan. Tehát a klasszikus mainstream ortodox vagy open ortodox zsidóság alapján élünk, nincs női kórus neozsinagógákban például. Napjainkban már egyet kivéve organa sincs. Igen, tehát gyakorlatilag a rabbi azt mondta, hogy végigbeszéltük az egészet, és azt mondja, hogy nem is értünk, mi a probléma, hiszen ugyanazok alapon állunk, sőt, időként szigorúbbak vagyunk, mint ők. Nem merült föl, hogy például a rabbiaiknak a haszmahája, a szmihája honnét kitől? Erről beszélünk. Tehát pontosan azt kezdtük keresni, hol tud találkozni a két mozgalom, az izraeli ortodox és a magyarországi neológ mozgalom, ami gyakorlatilag belép az ortodox helyébe vagy Magyarországon. Ezt be kell vallani, mert a magyar neológ rabbiknak a döntő többsége ortodox módon él. Szóval, arról nem is beszélve, hogy a 60-as évektől, és itt újból megidézhetünk neveket, Schöner, Löbi, Dajcsidú, ennek a követői közé tartozik. Ön is, és a ma működő rabbiknak a 95%-a szombat tartott, tehát a sulhanáruk szabályai szerint. A feleségeink mikvébe járnak, tehát ugyanazt a életmódot éljük, mint ortodox rabbi, és ezt mondta ennek a... Feleségeink a rabbi úr, a rebecenekre gondolt. Igen. És nem az egyik feleségeink. És mindegyiknek egy van. Igen. Mert a zsidóság még nem ismeri el a mai magyar zsidóság a több nejűségét. A zsidóság elismeri a több nejűségét, csak le van a mai tiltva. Magyar Rabin zsidóság. Gershon ezért 1000 évvel letiltotta a poligámiát, de Jákob Ösztel még ugye ebben élt például. Ez nagy hiba volt, vagy nem nagy hiba volt? Hát, hogyha te tudsz az X feleségednek ugyan szeretetet adni érzelmekben, testiségben, ajándékokban, akkor nem probléma. Egyszerre még több feleségem nem volt. Hát ne is próbálj ki szerintem, mert csak veszekedésre nem, mint látod, Lea és Rákák az a Tórában. Na, visszatérve, tehát elmagyarázd meg, és ugye, amit mondtál... Milyen szerencse, hogy ismerem az ide vonatkozó részeket. Igen, tehát amit mondtál, hogy a rabbi
diplomának a elfogadottsága. Nevezzük Smihának. Vagy héberül Smihának. Egy fontos kérdés. Tehát a életmód, a zsinagógai gyakorlati élete, illetve a tudásbeli különbségeknek a megszüntetése az, ami cél volt, és abban állapodtunk meg, hogy visszatérünk egy-két hét múlva rá az ügyre, hogy milyen módon le tudnának a magyarországi rabbik Izraelben a Rabbanutnál Smichát tenni. Mennyire befolyásolja az új bolognai rendszer ezt a rabbinikus diplomát Smichát, hisz annak idején, amikor még én jártam a rabbi képzőbe, akkor a rabbi képző 7 esztendős volt. Ma a bolognai rendszer szerint ez 5 esztendős. Nem, ez egy teljesen más, a rabbi diploma az nem illi be a BA, MA, PhD 3-asba, izraeli rendszerben, hanem ez egy bármikor elvégezhető adott vizsgához kötött, mint egy jogosítvány gyakorlatilag. A adott súvárok részekből kell vizsgázni megfelelő bíróság előtt. Van egy úgyhogy alaprabbi szint, és amit meg lehet szerezni a bizonyos 110 stb. Vizsgával, és arra utána Izraelben vannak kurzusok, esketési, mohel, kóser, mesgiák, pénzügyi, bankügyi, orvosi halaká, stb. Valaki mivel ez experta, mivel ez professzionális, és ez egy külön történet. Egy külön történet, de gyakorlatilag, hogy valaki az izraeli rabbiságon belül elfordult legyen és neve legyen, csak neve legyen. Jó jesivába kellett, hogy járjon. De is le kell vizsgázni ezekből az anyagokból. Tehát lényeg az, hogy ez az első dolog, hogy a izraeli rabbiság ne úgy tekintse a magyar neológiára, hogy ez valami egészen patás ördögök vagyunk, akik a zsidóságot kiforgatjuk a sarkába, hanem ugyanúgy küzdünk. Hát én magára nézek, akkor különbség nincs maga, hogy egy jeruzsálemi rabbi között. Talán azok kevesebbet beszélnek, és halkabban. Igen, és lassabban, igen. Akkor a gyorsaságot, mert az egy tévében eléggé fontos, ha bár egy nézőnk azt mondta, hogy nagyon szereti önt hallgatni, de időnként így egy ilyen féket nyomjak be, hogy lassítson le. Ami a legjobban érdekel engem, jön a szombat. A héten a hírleveléből a nézőink fölkeresik, és megint új héber szavakat fognak megtanulni. De mik azok a különleges szavak, amit szeretné, hogy az emberek agyába beleégjen, így hanukatájt? Szombat, majd azt követően hanukatájt. Először sabati szavakat kérek, és utána valamit, ami a makabeusokkal, illetve a csodával határos. Igen, hát ugye gyakorlatilag a Józseffel kapcsolatban, picit később a történet, egy pár fejezetek később, hogy Józsefnél van egy szó, amikor a börtöntársai őt bemószerolják, és leivrizik, ivri, azt mondja, hogy ivri. Magyarul lezsidózzák. Igen, lezsidózzák. És azt tudni kell, hogy József, ugye gyakorlatilag ugye Ábrahámtól megyünk, Noé és a többi. József az első olyan figurája a Szentírásnak, aki az élete nagy részét, tehát 17 éves korától gyakorlatilag a élete végéig diaszpórában, Egyiptomban élt. Se Ábrahám, se Izsák, nem tette, se Jákob nem tette ezt meg. Ők mentek ide-oda, de József, aki a diaszpora zsidó, és ott lezsidózták egyszerűen az egyiptomi börtönben, és erről büszke volt. Tehát végigvált a zsidóságát, végig a történelem folyamát, olyannyira, hogy azért is van a gyerekek megáldása a József gyermekeivel, amikor a gyereket megáldjuk péntek este, legyen olyan, mint Efraim és Menáse, mert ők azok a gyerekek, bárhol is lennének, zsidók maradtak. És a Hanukának ez egy fontos kapcsolat, hogy a Hanukai, ez nem egy szédelest, amikor otthon az asztal körül eljátsszuk a kivonulást, amikor kicsi balhé van, és ablakot nyitunk, hogy van-e ott valaki, hogy Eliáhu serlegel, hanem Hanuka egy posztbiblikus ünnep egyrészt, tehát egy Tóra utáni ünnep, és egy totálisan coming out ünnep, tehát kimenni a kívülre, hirdetni büszkék a csodát. Lenni, hirdetni igen. A csodát, a gyertyákat. Nagyon igen. Odafigyelni a hirdetéssel együtt, hogy a függönyökre vigyázzunk, hisz napjainkban rádió, televízió, újságok arról
cikkeznek, arról beszélgetnek, hogy karácsony, tehát mennyire veszélyes a karácsonyfa, illetve a függönyök, akkor elmondom önöknek, hogy tökéletesen sívjon van, teljes egyenlőség, a zsidóságnál meg tessék odafigyelni a gyertyára és a függönyre, annál is inkább, mert a gyertyát az ablakba tesszük ki. Igen, tehát maga ez az egész Hanuka, ez arról szól, hogy a csoda hirdetése, illetve az, hogy a idegen kultúrák, akik csábítóan hatnak a zsidóságra, és hiszen a hellenizmus akkoriban egy zseniális cucc volt. Gondoljuk bele, tisztelt hölgyeim, uraim, nézőim, jön egy kultúra, azt mondja, ott van a zsidók, akik ott imádkoznak, meg tanulnak, meg földet túrnak, azt mondja, gyerekek, van dráma, irodalom, olimpia, múzeum, foci, stadion, sport, mit mondjak még? És ez a hellenizmus, ruhák, homoszexualitás, csomóan dolog, ami ilyen furcsa, idegen dolog, és mi sosem próbáltuk igazándiból, és akkor hajrá, és ezzel szemben, és nagyon sok... Ezt nem kell mindent kipróbálni ahhoz, hogy tudjuk, hogy esetleg nem nekünk. Igen, tehát igen, pontosan, tehát olyan dolgok jöttek be, amik ilyen furcsa, modern, cool dolog, és most tényleg azért mondtam, tényleg mindent a palettáról szinten, és van még rengeteg, tehát a dráma szín, rengeteg dolog van, ami van, és akkor ezzel szerint, és ez nagyon hívogató volt. Tehát tiszta Amerika mondhatnánk az a mai világban, és ezzel szemben kellett ugye a klasszikus zsidó bölcseknek a népet visszatartani, hogy gyerek, ne fussatok már oda, mert azért az szép és jó, de mulandó. Azért ma már a zsidók részt vesznek szinte mindenbe, szivárvány színűek, ott vannak az olimpiákon, fontosan, igaz, többet csapkodnak, mint súlyt emelnek. De, és az a fontos, hogy lehet élni Budapesten, lehet én Egyiptomban, vagy New Yorkban, vagy bárhol. És mindenhol helyi zsidó. De legyen zsidó, tehát rakjál mezüzét, legyen hanukád, rakjál filint, keressél minél. De hogy ezt jobban megértsék, figyeljék adásainkat, hisz ott van egy egész ötrészes kis filmsorozat, ami arról beszél, hogyan legyünk büszke magyar zsidók. Figyeljenek oda rá, ez nem véletlenül van. Ma eléggé korán köszönt ránk a szombat. Már mondom is, pontosan 3 óra 37 perckor jön be a szombat, és ki fog menni mocáskor 4 óra 47 perckor. Korán jön, korán megy. Ez erről beszél ugye a iszlám zsidó barátság. Korán jön, korán megy. Jó, szóval ez egy jó kis nyelvjáték. Igen, volt. Jó, ezzel természetesen nem akartuk iszlám testvérenket bántani. Ez barátságot mondtam. Ez barátság. Komolyra fordítva a szót egyébként, a szombat elég korán jön, korán megy, és ahogy mondta a szerkesztő úr is... 4 óra 47 perckor már csillagokat látni akkor fogjuk. Már előtte 20 perccel. Még van, azt jelenti, 2 napjuk arra, hölgyeim és uraim, Hanuka gyertyákat beszerezzék. Bármilyen gyertya jó, tehát jó a teamécsestől kezdve a házadás gyertya, igen. A 8 napra 44 gyertya kell. Akkor most itt álljunk meg és halljunk lassi ütembe a hanukai gyertyára való áldást. Most figyeljenek. Na, tehát ugye gyakorlatilag ugyanaz, mint az összes többi áldás, hogy kezdődik, hogy Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, eddig ismerős, Asher Kideh Shanu, Bemitzvot Aved Tzivan, az ismerős, Lehadlik, az a megnyújtani, Ner a gyertya, Shel az a Naka, Hanuka. Tehát Lehadlik, Ner se Hanuka, ezt elmondjuk minden nap. Mert van egy olyan áldás, amit a rabbik vezettek be, mindig ők vezették be egyébként, de ez, hogy a Tóra után is a zsidókkal történik valami, tehát az a, ugye barogatás Melech HaOlam, se assa niszim, aki csinál csodákat, lávoténu, atyainak, bajamim ha-hem, a régi időben, bazman ha-ze, vagy bizman ha-ze, és a mai nap is, tehát minden nap, hogy csodaként kell megélni, ez a második nap, második áldás, és a harmadik áldást csak az első nap mondjuk el, amikor gyertyát gyújtunk, az a bizonyos Sehel Jánu, Beki Man, vagy Gemelz Manazel. Ez a 3 áldás, ami benne van a mazsisz által árult hanukai csomagokban, ami elfogyott már sajnos, van még pár csomag,
de gyakorlatilag... Na és látják, jön egy rabbi, és nem hoz nekünk egy csomag hanukai gyertyát. Nem baj, kiszúrunk vele, mi kis mécses hanuka olajokat fogunk megnyújtani. Mi is ott ezért gyűjtünk, te a mécses gyűjtünk az ég 3 órán keresztül, de valaki szereti ezt a nagyon hosszú, szép gyertyát, milyen speciális gyertyát gyártatunk a hanukára külön gyertyagyárossal, hogy olyan szép, hosszú, vékonyak legyenek, és legyen a kis tömzsi alacsony. Tehát szerezzük a gyertyáinkat, vagy mécseseinket. Tehát valaki vesz egy szálas csomagot bármelyik nagy boltban, azzal 2 évig is el van, és minden nap egyel többet gyűjtünk meg. Ha egyetlen nézőnk is szeretné tudni, hogy hol és mikor kerül erre sor, akkor látogassanak el a Mazsihisz weboldalára, vagy az Emik weboldalára, vagy a BrailleProsz.com-ra, ahol láthatják, hogy Magyarországon hol, mikor, a zsidóság milyen irányzata, mikor fog gyertyát gyújtani, de otthon is meggyújthatják. Én megyek 6 helyen megyek körülbelül gyertyát gyújtani, és érdekességképpen, hogy hova kell mi gyertyát gyújtani rabbinak, megyek Baracskára, hogy börtönbe gyertyát gyújtani érdekességképpen, megyek az MTK stadionba gyertyát gyújtani, nem akarok mondani dátumokat, mert nem a reklám annyira, megyek Komárnóba, tehát megyek külföldre is, megyek Székesfehérvárra, megyek egy pubba, egy hetiket ilyen romkocsmába, és megyek például a Sársinogámba is megyek. Ez így. Tehát, és kedves nézőim, annyi maradt hátra a mai adásidőnkből, hogy nagyon boldog, békés sabatot kívánjak önöknek, Shabbat Shalom, és bízunk benne, hogy Izrael népét szerte a világon ezen a szombaton sem éri semmi bántódás, viszont próbáljuk meg, legyen ez az első sabbat, amit szerte a világon megtartunk, és talán a rákövetkező hetet is, és utána akkor dupla csodában lesz részünk. Hanuk, akkor arról beszélünk, hogy Neszhajá Sám, ehelyett azt mondjuk, hogy Neszhajá Pó, mindenki ahol éppen van, a csoda akkor, Hanuk, akkor ott történt, viszont ha megtartják a szombatot, akkor a csoda itt lesz körünkben. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, és van egy ilyen köszönés ilyen, hogy Hág Urim számolják, hogy boldog fényünnepet, ami ugye a Hanuka alapvetés, hogy fényt gyűjtünk a sötétségbe, és a szentélynek, a menórának a lángjai meggyulladnak, meggyújtjuk. Tehát legyen sok fény a otthonainkban, és a fényről még egy mondatot, hogy amikor a Talmud bölcsei keresték, hogy hogyan lehetne a Tórát arameus nyelvre folytani, azt szólták rá, hogy orájtá a fény. Tehát a fény az nem csak a tüzet jelenti, a hőt jelenti, a világosat, magát a zsidó tudást is, tehát vigyünk be sok zsidó tudást, sok zsidó történelmet és sok zsidó identitást a lakásunkba, a saját lelkünkbe. És mindenhova, ahol vagyunk, Shabbat Shalom.